Borbás Gergő vagyok, színész. Az Artist Business videósorozatában olyan meghatározó alkotókkal, cégvezetőkkel, mecénásokkal és kulturális szakemberekkel beszélgetek egy kávé mellett, akiknek fontos a vállalati és kulturális szféra összekapcsolódása. Megmutatjuk, hogy az üzleti és művészeti közeg hogyan tud mindkét fél számára előnyösen kapcsolódni. Ma Polgár András mecénással, a Polgár Alapítvány alapítójával fogok beszélgetni. Hoztam kávét, az Artist Business videósorozata. András, hogyha én rákeresek önre az interneten, akkor azt találom kapásból, hogy üzletember, és hogyha egy picit jobban megnézem a cikkeket és az interjúkat, amit adott, akkor viszont azt látom, hogy a fő irány az a mecenatúra és a polgáralapítvány. Mesél nekem egy picit erről az átmenetről, hogy ez hogyan alakult így? Magam nem érzem üzletembernek, és kétségtelen, hogy a gazdasági életben tevékenykedem, eredetileg közgazdászként végeztem, és engem mindig az ilyen makrofolyamatok érdekeltek, kutató akartam lenni, stb. Aztán így belekeveredtem, ha úgy tetszik, az üzletbe, de ez számomra mindig egy munka volt, ami viszont az átmenetet illeti, az valóban bizonyos értelemben összefügg. Úgy gondoltam, hogy most már nem a pénzből pénz csinálása a legizgalmasabb dolog számomra. Megindítottam egy gondolkodást, én bevontam másokat is, hogy hogy lehetne azt a keveset, ami magán emberként sok, de amúgy az ügyekhez képest kevés, hogy lehet úgy és olyan helyre investálni, nevezzük így, ahol a társadalmi megtérülés, vagy ahol, ha úgy tetszik, a boldogulás a legtöbbet hozza. Honnan jön ez a motiváció, vagy ez a belső motiváció, hogy segítsek, és segítenem kell, hogyha megtehetem? Ez a magától értetődő volt. Ebben tudok valamit tenni, de ezt nem mondom, nem 10 évvel ezelőtt találtam ki, hanem ha úgy tetszik, úttörő koromban. Én még azt mondom, hogy én még a gyerekeimtől is ezt tanultam. Azért is kérdeztem ezt, mert hogy valahogyan, ahogy utána olvastam annak, hogy mit csinál a polgáralapítvány, a szolidaritás szó, ami eszembe jut. A polgáralapítvány ugye kifejezetten egy esélyegyenlőségi, ezen belül is épp a legsúlyosabb helyzetből adódóan roma ügyekkel próbál foglalkozni, és ott próbál valamiféle pozitív hatást gyakorolni. Nem könnyű. Annak, hogy esélyt kell adni az esélyteleneknek, az egy alapvető cél. Hogy jött be ebbe a szolidaritásba a színház, vagy hogyan kapcsolódik hozzá? Elkezdtem keresgélni azt, hogy hogyan lehet jól felhasználni azt a pénzt, amit én erre tudok szánni. Akkor úgy kezdtek kialakulni irányok. Ugye az egyik irány az egyértelmű volt, hogy ez a esélyegyenlőség. A másik pedig azt mindig is gondoltam, hogy valamilyen ilyen művészeti dolog kellene, hogy legyen, és aztán azon gondolkodtam, hogy ezt a kettőt hogyan lehet összekapcsolni. Ha úgy tetszik, a világ végén lévő, mindentől elzárt településeken élő emberek, ezen belül is gyerekek, fiatalok, milyen módon tudnak valamilyen, hát hogy mondjam, esélyhez jutni, akkor valahogy úgy eszünkbe jutott, hogy hát azért a kultúra is része ennek a történetnek. És akkor Török Andrással, meg aztán a Vikivel, ugye mondjuk a Jurányihoz is kapcsoljuk a dolgokat, a Kulcsár Vikivel, kitaláltuk ezt a tantermi színház történetet. Nem egy ilyen gagyi falujárásos történet, hanem a legmagasabb művészi színvonalon össze lehet kapcsolni ezt a fajta esélyteremtős történetet, ami az alapítványban van, meg a kulturális ügyeket. Nekem nem az érdekes, hogy effektíve a pénzt azt melyik számlára kell átutalni, hanem az, hogy mi lesz a dologból. És ilyen értelemben támogattam előadásokat is, vagy támogatok egy-egy előadást és egy produkciót, de van az, hogy egy-egy társulat kap folyamatosan valamilyen támogatást, hogy csináljanak darabokat, szóval mindenféle ilyen.
És a tantermi az meg a külön-külön, ami az én szerelmem. Igen, és ez az öndöntés, hogy kik és hogyan kapnak pénzt, vagy megvannak azok az emberek, vagy szakemberek, akikben ön bízik? Szerettem a színházat, meg szerettem a képzőművészetet, abszolút laikus vagyok. A zenét is szerettem, olyan botfülem van, hogy csak na. De egyáltalán nem gondolom, hogy az én ízlésem határozza meg, hogy mi legyen, mert hát nem értek hozzá. Nyilván szakemberek döntik el, és igen, valóban vannak, akikben nagyon megbízom, és itt azért mindig van egy kuratórium, mindig vannak olyan emberek, akik ebben a helyettem döntenek. Valahogyan mérhetőnek kell lennie az eredménye a befektetett pénznek. Ezt de jó is lenne. Hogyan mérhető? Vagy mérhető egyáltalán? Hát az esetek túlnyomó többségében nyilván nem, vagy hát exakt módon nem. Sikerkritériumokat nyilván kialakítunk, amik persze időközben változnak, és akkor figyeljük, hogy ezek teljesülnek-e vagy nem. De ez legalább valamilyen mérő. De ezek nagyon nehezen szoríthatók be exakt, nem tudom, táblázatos formában, hogy akkor mi van, hogy van. Ez egy nagyon nehéz műfaj, és főleg nem nincs tele sikerélménnyel. Folyamatos lelki válságok vannak, és gyötrődések vannak, és az ember, hát főleg, ha ilyen magamfajta szorongós, akkor mindig úgy érzi, hogy fú, nem így kellett volna dönteni. Másképp kellett volna dönteni. Ezért nagyon jó, és ilyen szempontból ez a, ha úgy tetszik, mecenatúra része, az flottabb, mert ott nem nekem kell dönteni. Kinek a feladata a kultúra fenntartása? Tehát ez egy állami feladat, a közönség feladata, hát, szponzorok, mecénások feladata, vagy az összes egyben? Én azt gondolom, hogy a színház is, és a képzőművészet, és ezek mind olyan szolgáltatások, amikhez mindenkinek joga van. Egész egyszerűen ez olyan állami kötelezettség, ami elvitathatatlan, vagy bizonyos szintig. És aztán, hogy ebben hogyan lehet azt megoldani, hogy a meglévő kulturális szolgáltatások eljussanak olyan helyre is, ahol egyébként nem tudják ezt igénybe venni, annak a segítése, hogy ez tényleg mindenkihez el tudjon jutni, most persze mindenkihez sose fog, de hogy a lehető legtöbb ember, abban már igenis van a civileknek szerepe, főleg a helyi civileknek, tehát itt az a dolognak a kulcsa, hogy helyi kezdeményezések, helyi szükségletek határozzák meg, tehát ne ettől a amúgy nagyon csinos íróasztaltól mondja meg az ember, ugye is visszatérek arra, hogy akkor ki mondja meg, hogy kinek adjuk pénzt, hanem valóban a szükséglet határozza meg ezt a dolgot, és ott a civileknek nagyon-nagyon komoly szerepük van, mert ők vannak, ha úgy tetszik, mi vagyunk ott a terepen. Én nézem ezt a videót, vagy ezt az interjút otthon, és van egy jelentősebb pénzösszeg, ami van a számlámon, és azt gondolom, hogy szívesen támogatnék kulturális projekteket. Ő mit mondana nekem, aki ezt nézi, miért csináljam ezt, hogy miért éri ez meg nekem? Szívesen elmondom a véleményemet, de hogy én azt mondjam egy embernek, hogy figyelj ide, miért hever a számládon a pénz, tedd ide vagy oda, ezt én biztos nem. Arról szívesen mesélek neki, hogy ez jó érzés tud lenni, meg hogy Isten igazából van olyan kielégülés, mint hogy akkor most még kerestem nem tudom én mennyi pénzt. Az én első gondolatom az volt, hogy én úgy szeretnék támogatni, úgy szeretnék részt venni ezekben a, hogy tetszik, társadalmi folyamatokba, hogy ilyen szürke, nem is szürke eminenciásként, tehát hogy csendesen, tehát ez az én belső ügyem, tudjanak róla azok, akinek tudni kell, de ez nem egy publikus dolog. De úgy hozta a sors, hogy nagyjából kiderült, hogy valamiféle személyes jelenlétnek, és szándékosan nem, hogy példamutatásnak, de egyfajta alternatíva mutatásra szükség van. És én nagyon szívesen átadnám ezt másnak vagy másoknak, és hogyha ebben az országban ez olyan magától értetődő lenne, hogy ezt mindenki, aki teheti, csinálja, vagy nagyon sokan csinálják, akkor az én nevemet semmiféle klikkelésnél, vagy nem tudom, minél nem nagyon lehetne megtalálni. Tehát
Ezért van az, hogy például most beszélgetünk, arra most már az utóbbi időben, és ezt nagyon büszkén mondom, több példa is van, hogy azok az amúgy kiváló emberek, nevezzük őket is üzletembereknek, vagy olyanoknak, akiknek pénzük van, megkeresnek engem így évvége tájékán, hogy van nekik 5 millió, 10 millió, 30 millió forint, amit szeretnének valami jó célra fordítani, hogy nincsen valami ötletem, hogy hova adják. És akkor én nagyon-nagyon akkurátusan figyelek arra, hogy sose olyat mondjak, ami az mondjuk sose mondva polgáralapítványt, soha nem mondok olyat, amihez nekem ilyen nagyon közvetlen közön van, hanem olyanokat szoktam mondani, amiket nagyon nagyra becsülök, csak én már nem jutok hozzá. Uh-huh. És nagy örömöm volt az idén is, mert de már tavaly is, hogy több 10 millió forint került nagyon-nagyon jó helyekre, azért, mert én azt mondtam, hogy oda érdemes adni. Ez soha nem az volt, hogy ezt a színházi előadást, hanem mondjuk mit tudom, az utcáról a lakásra egyesületet tessék támogatni, mert és vagy a nem tudom én, az Iványi Gábor féle. Ha már sikerélménynél tartunk, akkor ezt nevezem sikerélménynek, hogy az ember tud valamiféle pozitív hatást gyakorolni. Körbenéztem az irodában, és rengeteg képzőművészeti alkotást látok itt. Van-e valami, ami most éppen nagyon fontos önnek itt, és elmesélni a történetét? Ezeket, tehát én elsősorban ilyen jótékonysági árveréseken, meg ilyen módon szoktam vásárolni, és nem vagyok gyűjtő. Ha valami nagyon megtetszik, és főleg, hogyha személyes kapcsolatba is kerülök valamilyen módon a művésszel, mert hál' Istennek mondjuk még él, mert azért egy Leonardot amúgy sem tudnék megvenni, de mondjuk ott keves lenne a kapcsolat, tehát akkor vásárolok. De ami mondjuk most a leginkább izgatja a fantáziámat, és ez például pont a Covid miatt van felfüggesztve, az a Böröc Andrásnak, akit nem tudom, hogy hallottam már róla, igen, egy nagyon nagyszerű művész, ő Amerikában él, Ceruza szobrairól lett híres, de hát azért nagyon sok minden más is csinál, meg ő egy rengeteg nagyszerű performance-a van, és itt volt a Műcsarnokban egy nagy kiállítása talán 2 évvel ezelőtt, egészen fantasztikus volt, és ő vele nézve megismerkedve, meg hát a műveit már régóta ismerve, meg tényleg az se gyűjtöm, csak valahogy mindig a közelébe kerülök, és akkor, amit lehet, itt is van néhány böröc. Van a vagon, és hogyha az ember ennek a vagonnak elhúzza az ajtaját, akkor döbbenten látja, hogy ilyen cipők vannak benne. Egyébként az Andrásnak a cipő motívum az mindig is egy nagyon fontos dolog, rengeteg ilyen cipős ugye csinált, és ráadásul ezt meg lehet forgatni, valahogy majd megmutatom, és akkor ezek a fa cipők valami egészen döbbenetes hangot adnak, és egy ilyen mementó, egy ilyen szóval vérfagyasztó, ugyanakkor meg szívet facsaró is. Tehát rám nagyon nagy hatással volt, amikor ezt először láttam, és akkor elkezdtünk beszélgetni az Andrással, hogy ebből valamit kéne kitalálni, és úgy tűnik, hogy sikerült is kitalálni. A műközben elkészült, csak most is ott van Brooklynban, mert aztán kitaláltuk, hogy csinálunk egy nagy vagont, vagy hát csinálunk, ő csinál egy nagy vagon, ami nagy vagon, ráadásul ő rátette egy ilyen kétkerekű kocsira. Barom érdekes az egész. A lényeg az, hogy ez egy ilyen mozgó műtár lenne, aminek lenne egy nyughelye az év folyamán, és egyébként elindulna minden évben egy körútra. Ugye a holokausznak különböző állomásai vannak, de ez nem csak egy zsidó történet, mert hát roma is, meg szóval mindenfajta holokauszt. Ugye ezek a cipők, azoknak közben itt a kövek is. Szóval ennek van egy nagyon erős szimbolikája, igen. És ezen így most nem látszik,
jól, de az igazin, ott egészen döbbenetes ezek a gyerekcipő, az ilyen cipő, olyan szóval cipő. Meg hát nyilván, hogyha ez egy valódi vagon méret, az, az... Az eredeti mű, az, az mondom, az körülbelül... Egy ilyen asztal méretű. Igen. Minden évben ennek lenne egy ilyen kultúrmissziója. Ide is belekeverném, ha lehet a fiatalokat, középiskolásokat, mert ez irodalom is mindenféle egyéb csatlakozna. És ennek a, egy ilyen modellje... Reméljük, minél hamarabb összejön ez. Oké. Köszönöm, András. Én is köszönöm.